Orbán Viktorral arról beszélgettünk az imént, hogy Debreceni Józsefnek megjelent egy új könyv, ahol ő van a címlapon. Mármint én. Igen, már nem Debrecen, ő is, de ők csak a neve az ön fényképe, jó fénykép van, tehát nem egy csúnya fényképet raktak. Egyre gyanúsabb, egyre gyanúsabb. De a tartalma az, tehát arról szól a könyv, hogy hogyha ő miniszterelnök lesz, és kétharmadot szereznek, már pedig Debrecen József szerint igen, tehát jó akarója Debreceni József, mert ön szerint nem szereznek kétharmadot. Azt mondja, akkor aztán ennek a mai parlamentáris rendszernek a mai formájában vége, és valamilyen fajta tekintélyuralmi berendezkedés következik. És azt mondja nekem Orbán Viktor, hogy miért kell neki folyton védekezni, ő már elmondta, hogy nem akar változtatni a... Ez igaz? Azt mondtam, hogy nem kell fölforgatni a közjogi rendszert. Igen, azt mondta, hogy azon az alapfelállás, hogy ez egy parlamentáris rendszer, és nem egy elnöki rendszer, ez nem akar, erről nem akar, ezt mondta, kecskevért. Hát, de igen. Na, de akkor is erről fog szólni az egész választási kampány. De gondolja? Igen, azt szerintem gondolom. Nem. Hát nem, mert én nem erről fogok beszélni, és azért az embernek nem szabad föltett kézzel viszonyulni a saját munkájához, meg életéhez, tehát csak lesz valami hatása a közbeszédre annak, amit majd én mondani fogok, és én nem ilyen csacskaságokkal fogok foglalkozni, hanem munkanélküliséggel, a szegénységgel, a jogállamiság megerősítésének problémájával. Tehát én másról fogok beszélni, ezért szerintem a kampány témája nem az lesz, mint amit ön jósol. Hát jó, persze, lesz mindenféle témája a kampánynak, de én azt gondolom, hogy ez már ki van próbálva. És ez egy jó téma volt. Bocsánat, az kétségkívül ebben önnek igaza van, hogy ez a módszertan is és a tartalom is, hogy szokott ez történni? Tehát, ugye mi nem akarok az ön nevében nyilatkozni, de nem vagyunk már mai gyerekek. Tehát láttunk már néhány választási kampányt, tehát ismerjük az általában bekövetkező forgatókönyveket. Tehát most november vége, december eleje környékén vagyunk, ilyenkor szoktak megjelentetni általában rólam, vagy a jobb oldal miniszterelnök jelöltjéről egy negatív könyvet, alapvetően lejárató szándékkal, amit aztán országos turnéra visznek, és a választásig író-olvasó találkozók vannak, dedikálások, és így tovább. Ez egy kampánykönyv, ez a kampánynak a része, valóban, ahogy ön mondja, ilyet már láttunk, hát abban bízom, hogy nem csak én okosodom, én tanulok egyre többet a idő múlásával, hanem a választópolgárok is, és mindenki a helyén kezeli az ilyen könyveket, kampánykönyv, kampánykönyv. Ő ezt komolyan gondolja, tehát én ismerem őt, biztos, hogy ő komolyan gondolja. Hát az meg végképp nem tartozik az én munkámba, hogy egyes zavart gondolkodású embereknek megfejtsem a titkát, hogy mit gondolnak komolyan, mit nem. Én azért tartozok felelősséggel, ami a saját szándékom, meg azért, amit tettem, megtenni szándékozok Magyarország érdekében, és ezek között a tervek között nem szerepel a magyar közjogi rendszer felforgatása, ami alatt azt értem, hogy 1989-ben, megjegyzem, az én gyerekem is a mai politikai rendszer. Én ott ültem a tárgyalásoknak a legfontosabb csoportjában, ugye? Mert 6 ilyen munkacsoport volt, ahol a kommunistákkal egyik oldalon, mi meg a másik oldalon próbáltuk a jövőt valahogy megalkotni, és az 1/1-es a bizottság foglalkozott az alkotmánnyal. Én ennek a bizottságnak voltam tagja, Tölgyesi Péterrel, Antal Józseffel, Kónya Imrével, tehát talán nem sajátítom ki a mostani rendszer, de ha azt mondom, hogy az én gyerekem is, de közöm van hozzá. Tehát én akkor is abban hittem, amiben ma hiszek, hogy a magyar parlamentáris rendszer akkor jó, akkor felel meg a magyar kulturális örökségnek, a magyar politikai hagyományoknak, hogyha megpróbálja a politikai élet középpontját a parlamentben tartani, abban az értelemben, hogy az emberek megválasztják a parlamenti képviselőket, és utána a parlamenti képviselő kezében vannak a legfontosabb döntések. Tehát nem kell a parlamenti képviselőkkel rivalizáló, szintén közvetlenül az emberek által választott másik szereplő. Például egy elnök, mint hogy Franciaországban van, vagy Romániában. Ezt nem azért, vagy épp az Egyesült Államokban, de ezt nem azért mondtam, mintha azt hinném, hogy a francia, román vagy az amerikai rendszer csak azért, mert közvetlenül választanak elnököt, rosszabb demokráciát adna, mint egy parlamentáris központú rendszer, hanem mert azt gondolom, hogy Magyarország adottságaihoz, az elmúlt 20 év történetéhez, illetve történetéből az következik, illetve az illik, hogy ezt a rendszert tartsuk fönn. Tehát én egykamarás parlament, amely egyúttal a népfelséget teljes szuverénként gyakorolja. És az alkotmány bevezető szöveg, amiről beszélt nem régiben, tehát azt mondta, hogy tiszteletben tartja az alkotmányt, de nem tiszteli, persze
vannak ottan olyan dolgok, hogy mit tudom én, szabadságjogok, sajtószabadság, ezeket nyilván tiszteli, nem erről van szó, nem csak tiszteletben mint tartja. Művet, tehát az egy alkotmány, az egy alkotás. Szerintem egy tiszteletre méltó alkotmány nem kezdődhet úgy, hogy bevallja az első mondatot, hogy ez egy átmeneti papíros. Márpedig a magyar alkotmány ez a helyzet. Igazából csak az a kérdés, hogy szeretné valamiféle ideológiát betenni az alkotmány preambulumába, ami megosztja az országot. Ez itt a kérdés. Nézd, minden ország alkotmányában van valamilyen értékeket rögzítő tételsor. Ezek nem megosztani, hanem egységesíteni szokták az országot. Tehát szerintem épp azért van szükség az alkotmány elején néhány veretes, komoly mondatra, hogy mindenki érezze, hogy ebben a misében, vagy ebben a történetben ő is benne van. Ez mindenkiről szól. Ma ez hiányzik belőle. Hát azt mondja az alkotmány az elején, hogy a magyar parlament megalkotja az alkotmányt, átmeneti jelleggel, nem szó szerint idézem most, amíg a végleges meg nem születik. Hát hogy lehet élni úgy egy országban, hogy maga az első számú dokumentus bevallja magáról, hogy tudják, ez még nem az igazi, ez csak ilyen átalakítás, előétel, vagy a nyitány. Majd lesz egy igazi főfogás, vagy fő előadás, vagy lesz néhány nagy tétele is ennek a zeneműnek, de tudják, ez még csak a nyitány. Hát így nem lehet. Tehát én azt állítom, hogy ez az átmenetiség jellemezte a mögöttünk hagyott 20 évet. Múlt, meg a jövő egyszerre volt jelen. Visszahúzott, előre mentünk. Megint visszahúzottam, meg előre. Ennek véget kell vetni. Érdemes azt mondanunk, hogy egy átmeneti korszakot lezártunk. Ennek szimbolikus aktusa lehet, hogy az 1949-ből datálódó alkotmányt egyébként egy új törvénybe foglaljuk, vagy helyette egy új törvényt fogadunk el, majd a népfelség elvére épül, és úgy, mint a lengyel, vagy a legtöbb alkotmány, tartalmaz egy szép, az adott nemzetnek a méltóságát, öntudatát és önbecsülését is kifejező, a nemzet egységét megfogalmazó mondatokat. Ez elvárható egy alkotmánytól. A lengyel alkotmány vallásos jellegű. Nem. A lengyel alkotmány egy mestermunka szerintem. A lengyel alkotmány ebből a szempontból mestermunka, mert arról beszél, hogy az alkotmány az azért jött létre, hogy a szépséget, a jóságot, tehát ami az emberi élet boldogságát elősegíti, azt szolgálja, és ebben mindenki osztozik Lengyelországon, függetlenül, hogy ezeket az értékeket a jó Istentől, vagy más forrásokból vezeti le. Ez benne van az alkotmány? Hát hogyne? Hát még egyszer mondom, az alkotmány az a nemzeti egységnek a szimbóluma. Rendben van, nem olvastam a lengyel alkotmányt, csak a sajtókommentárokat az ön megjegyzéséről, és abban az volt benne, hogy az értékeket Istentől vezeti le. De én mindig szoktam önnek mondani, hogy vigyázom, mert a kollégái között vannak, akik hazudnak. Na jó, ugorjunk. Igen, a kollégákat megvédem, de ugorjunk. Moszkvában jár, és találkozott, nem hivatalos találkozó volt, Vladimir Putyin miniszterelnökkel, aki az Egységes Oroszország párt, a kormányzó párt elnöke, a párt kongresszusán. Egy nagyon érdekes konstrukcióban, mert Vladimir Putyin az Egységes Oroszország pártnak elnöke, de nem tagja. Mindig tanul az ember valamit. Ezt én nem tudtam. Tényleg nem tagja? Ez igen. Na most elállt a szavam egyszerűen. Volt a magyar párttörténetben egyébként hasonló, úgy emlékszem, hogy a kisgazdapárt történetében fordult az elő, hogy amikor belülről nem tudtak hozni igazi vezetőt, akkor ezt úgy hívták, hogy fedezőménre van szükség, a két világháború között időről beszélek, akkor kívülről hoztak elnököt. Na most itt nem egészen ez a helyzet, mert hát ez az ő pártja. Tehát ez kezdetben úgy is jött létre. Hát igen, csak ugye a bonyolultság az abból fakad, hogy akkor ő elnök volt. És a köztársasági elnökök nem szoktak pártoknak tagjai lenni, sőt, ha korábban tagjai voltak egy pártnak, akkor ha elnyerik a köztársasági elnöki hivatalt, akkor inkább kilépnek a pártoktól, hogy mindenki elnökeként tudjanak működni. Azt hiszem, hogy innen eredhet a dolog. Ön a néppárt, az Európai Néppárt alelnökeként volt ott, sok külföldi vendég. Hát nézze, de is, inkább azt mondanám, ugye nem tudom magam kettévágni, én a Fidesz elnöke vagyok, és az Európai Néppárt alelnöke is, ha elmegyek valahova, ott egyszerre mind a két felem eljön velem. A meghívó levelet is úgy kaptam egyébként, a meghívó levelet az olasz parlament elnöke küldte egyébként, aki főtitkár ennek a pártnak, úgy küldte, hogy meghívom önt, mint a Fidesz elnöke. Igen? Igen. Szóval,